Perfect. Számításunk szerint eddig ez a teljes Székelyföldi Foci Akadémia nagyjából 5,7 milliárd forintba került. Ennek a legnagyobb részét a magyarországi adófizetők állták. Ebből az 5,7-ből a legnagyobb létesítmény az itt van Csíkszeredában. Ez nagyjából 3 milliárd forintba került, ami az építés, illetve a működés. A második legnagyobb létesítmény pedig a jelenleg épülő Sepsi OSK stadion, ami nagyjából egy 2 milliárd forint. Sepsi Szentgyörgyön vagyunk, pontosabban a város határában. Itt épül a Sepsi OSK új stadionja. Ez egy 4 csillagos UEFA standard stadion, 6000 helyen. És azért vagyunk itt, mert azt szeretnénk kideríteni, hogy ki építi ezt a stadiont. Egy forrásom szerint valamilyen Mészáros Lőrinc érdekeltség a kivitelező, de hogy ezt egyelőre még nem tudtam megerősíteni. Már felépült néhány pálya, ez egy műfüves pálya. Jó napot, Burezziva, jó napot! A kivitelező megvan már? Nincs még, a kivitelezők nem tudjuk, hogy még Magyarországon ki lesz az, aki jön. Most vagyunk ott, hogy a tervek fejeződnek be. Tehát, hogy Magyarországról fog jönni ugye a kivitelező? Hát gondolom, hogy van. És mekkora stadion lesz? 8000 fő lesz. 8000 fő. A pénz két nagy forrásból érkezik, a Bethlen Gábor alapból, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Kisebb pénzösszegekről tudunk, amik ilyen szponzorizációként bejöttek, például Szerencsejáték ZRT-től. A mi számításunk szerint nagyjából 5,7 milliárd forintról van szó. Tehát, hogy jó helyen van-e a magyar adófizetők pénzeit Erdélyben, Foci Akadémiában? Most ez nézőpont kérdése, tehát aki foci rajongó, mint például a magyar miniszterelnök, valószínűleg azt fogja mondani, hogy a világon ennél jobb befektetés nem létezik. A más nézőpont, ami viszont az enyém, az az, hogy talán ennek a pénznek nagyobb haszna lenne közoktatásban, vagy akár egészségügyben. Vagy hogyha sportot szeretnénk támogatni, akkor valamilyen tömegsport népszerűsítését célzó programban. Thank you.